Hogyan él tovább a Szecesszió Pirk Ambrus munkájában címmel nyílt kiállítás november 9-én a Művészetek Házában. Dr. Gémesi György polgármester köszöntője után dr. Feledi Balázs művészeti író méltatta Pirk Ambrus táj- és kertépítész munkásságát, az általa tervezett tárgyakban is megmutatkozó szecessziós hagyományokat. Az egyes tárgyaknál rendkívül izgalmas felfedeznünk azt, hogy Ambrus egyre jobban elmélyül azokban a hagyományokban, amely az egész családját, egész gondolkozását és egész művészi szocializációját tulajdonképpen áthatja. Különös, hogy a tárgy alkotásban és a tárgy kultúrájában mindez előtérbe kerül, és hogy a profán hétköznapi tárgyak, amiket ő tervez, ezekbe tulajdonképpen valamiféle sajátos szellemiségét viszi be, mint egy újat teremtve a szecessziónak. A tárgyai funkcionálisak ugyan, de nem feltétlenül a ráció és a pragmatizmus a döntő, hanem ezekkel együtt az esztétikum és a szecesszió újra gondolt motivumainak az alkalmazása a legegyszerűbb kerti padtól, a lámpákon keresztül, a korlátokig. Pirk Ambrus beszédében visszaemlékezett a művésztelep mindennapi életére. A férfiak síglészeket rendeltek Finországból, és azon, hát nálam nem volt gond, mert a nadrág volt, bakancs volt, tehát tudtak síelni. Igen, de a nők is szerettek volna síelni. És aztán hát nappal nem mertek, este felé, akkor refra ruháikba, bakancsot, vagy magasságú cipőt hozva, sieltek itt Gödöllő határába. Igen ám, de ebből adódóan, milyen lobogó ruhába itt végig sütöttek a havon, elterjedt, hogy boszorkányok vannak a határban. A megnyitón közreműködött Holló Judit hegedűn és Citrovszky Ilona zongorán.